még egy felhívással azért fordulnánk a sajtó képviselőihez, kollégákhoz, Prima Primissima és minden egyéb díjashoz, hogy holnap itt legyen ez a sajtó szolidaritásának a napja, jöjjenek ide az éhségsztrájkolókhoz, neves újságírók, kevésbé nevesek, és így tegyenek hitelt amellett, hogy kiállnak a sajtószabadság és a demokrácia mellett. És kérem a sajtó képviselőt, hogy ők is nézzék, hogy vajon kik azok, akik kiállnak, kik azok pedig úgy gondolják, hogy nem kell nekik itt jelent lenni, nem kell nekik akár saját személyes jelenlétükkel hitet tenni a demokrácia és a sajtószabadság mellett. És azokat pedig, akik csalnak és manipulálják a híreket, és az ő vezetőiket pedig, én itt most a Tiszta Kezek, a Demokratikus Magyarországért mozgalom nevében persona non grátának nyilvánítom. Kérek mindenkit a közéletben, vagy bármit, magánterületen, akik látja ezeket az embereket, tekintsék úgy, hogy egy persona non grátát kell kezelni. Ha étteremben meglátják őket, álljanak fel az asztaltól, vagy ne üljenek le egy asztalhoz, ne kocincsanak velük. És amennyiben felkérés érkezik ilyen emberektől, akkor azt úgy kezeljék, ahogy egy persona non grátától érkező felkérés kell kezelni. Azt azért tudni kell, hogy elindult valami tudomásunk szerint, hogy nagyon sokan visszautasítják azt, hogy például a közmédiumnak nyilatkozzanak azért, mert hogy úgy érzik, hogy nem lehetnek biztosak abban, hogy nem forgatják ki a szavukat, nem manipulálják az általuk tett mondatokat. Azért is mondjuk azt, hogy a közmédián tett gyalázatot csak úgy lehet letörölni, ha ezek az emberek távoznak és egy olyan közmédia rendszer fog részre jönni, megfelelő változtatásokkal, amely lehetetlené teszi, hogy ilyen alpári módon semmibe vegyék a jogainkat, elvegyék tőlünk a média és a sajtó szabadságát.